Igen. Csókoljuk, ó Úrunk, drága keresztfádat, amelyen kegyetlen kínozták szent testet, amelyen szent kellett drága Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a telkeddel. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az atyákat, a kedves testvéreket, kedves mindnyájukat, és azokat is, akik lélekben itt vannak velünk, megköszönve Istennek és mindazoknak, akik bármit is tettek azért, hogy ez a kereszt ismét itt megújulva hirdesse Jézus szeretetét, Isten dicsőségét, és azoknak a hitét és szép emlékeit, akik kétkezi munkájukkal, anyagi áldozatukkal bármilyen módon segítették azt, hogy ez a kereszt megújuljon és ismét itt álljon eredeti helyén. Hálaadással és a gondviselő iránt, az Isten iránt való tiszteletünkkel előbb mielőtt az áldozatot bemutatnánk, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert igyekeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Hallgass meg könyörgésünket, te
gyermekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egy szülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Ami Urunk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, s unjuk már e semmit érő manna étvét is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Védkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben nyert a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltas egy részkígyót, és tűz ki elül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy részkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyó, de föltekintett a részkígyóra, az életben marad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. El ne felejtjétek, Urunknak nagy tettei. Figyelj tanításomra, népem, hallgassatok ajka még éhírem. Jeld a beszédekre nyitom meg ajkam, ősidők titkait hirdetem nektek. El ne felejtjétek, Urunknak nagy tettei. Amikor öldökölte őket, keresni kezdték őt, megtértek és hozzá sihettek. Ráeszméltek, hogy Isten a kősziklájuk, a fölséges Isten a szabadítójuk. El ne felejtjétek, Urunknak nagy tettei. Szájukkal azonban hamisan szóltak, és felvükkel hazudtak neki. Nem volt őszinte hozzá szívük, s nem maradtak hűek szövetségéhez. El ne felejtjétek, Urunknak nagy tettei. De ő mégis megkönyörült rajtuk, elengedte bűnüket, és nem szórta szét őket. Újra meg újra fékezte haragját, nem engedte fellobbanni indulata lángját. El ne felejtjétek, Urunknak nagy tettei. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tisztelt Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium. Áldunk téged, Krisztus! Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Írja Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből. Tisztelendő atyák, a Krisztusban szeretett testvéreim, nem véletlen, hogy keresztény kultúránkhoz, vallásosságunkhoz, Isten kapcsolatunkhoz legközelebb a kereszt misztériuma áll. Jól tükröződik ez, jól fejeződik ki igazából a minden egyes keresztvetésünkben. Jól tükröződik ez a mai alkalmon is, mikor egy kereszt megáldására gyűltünk össze. Jézus szenvedése, halála igazából hitünk középpontja, legnagyobb, legmélyebb misztériuma. Mindenkor hívő kereszténye megrendülten fordult a kereszt teológiája felé. Második János Pál pápának, a pápák között elsőként volt egy műve, ami azt a címet viseli, hogy Salvi Feci Doloris. Ezt a misztériumot járja körbe. Hitünknek ezt a titkát nyilván nem lehet egy ilyen mezei prédikációban összefoglalni, de egy-két dolgot mégiscsak ki lehet belőle emelni kapaszkodás gyanánt, megértvén, vagy legalábbis, hogy közelebb kerüljünk e titok megértéséhez. Az első gondolat, amit meg szeretnék osztani a Szent Atya leveléből, hogy Jézus keresztje megújítja ezt a világot. Azt írja a Szent Atya, Jézusnak, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szavai nem csak az elhagyatottságát fejezik ki. Ezek a szavak az Atya és Fiú elválaszthatatlan egységéből születnek, mégpedig azért, mert az Atya az ő vállára rakta mindannyiunk gonoszságát. Krisztus a szörnyű teherrel együtt annak a rossznak a teljességét is átérzi, amit a bűn az Istennek való hátatfordítás foglal magába. Emberileg kifejezhetetlen mértékben éli át. Az Atyától eltávolodó, őt elutasító ember szenvedésé, de épp a szenvedés útján viszi végbe a megváltás művét. Tehát Jézusnak ez a tette megújította az egész világot. Addig ebben a világban voltak világosabb részek, és voltak sötétebb részek. Azóta pedig a megváltás óta, a kereszt csodája óta az Úr Jézus jelenléte betöltötte ezt a világot. Azelőtt úgy tűnt, hogy vannak pillanatok, amelyekben mellettünk van az Isten, aztán vannak olyan pillanatok az ószövetségi ember tapasztalata alapján, amikor úgy látszik, hogy elhagyta az embert az Isten. Igen, de a kereszt áldozat óta nincs a világnak olyan sötétsége, amelyben ott ne lenne az ő áldott jelenléte. Krisztus keresztjében, mondja a Szent Atya, nem csak, hogy beteljesedett a megváltás a szenvedés által, hanem megváltást nyert maga a szenvedés is. Tehát megváltást nyert maga a szenvedés is. Miért? Mert Krisztus megváltó szenvedésével részese lett minden ember szenvedésének. A mi küszködéseinek is, testvérei, a mi gyötrelmeinknek. Azóta minden emberi szenvedés gyöngeségét átjárja az Istennek a hatalmas ereje. A keresztre szegezett és elhagyott Jézus így megújítja
az egész világnézetünket is, hiszen meghív, hogy ismerjük fel őt a nehézségeinkben, ismerjük fel őt a gyötrelmeinkben, a szenvedéseinkben. A második gondolat a Szentatyától, hogy Jézus ott van a fájdalom sötétjében. Néha könnyű felismerni őt, néha könnyen tudjuk cipelni életünk keresztjeit, máskor viszont sötétség lesz körülményben. Van, amikor mi is úgy érezzük, hogy az Isten való egészen távol van tőlünk. Van, amikor még az imádság is nehezen megy. Jártam egyszer egy haldoklónál, azt mondja, atya, nem tudok imádkozni, képtelen vagyok. Tudom, hogy itt van mellettem, de egy tized rózsafűzért nem tudok elmondani. Iszonyatos mélységekbe képes jutni az ember. Azután jönnek a kérdések, melyek fölszakadnak szívünkből. Miért kell ennyit szenvednem? Hol vagy Istenem? Máskor meg a környezetünkben vagy a világban tapasztalunk sötétséget, bűnöket, és ezek nehezednek ránk. Megfogalmazódnak kérdésként. Miért van ennyi szenvedés? Miért van ennyi igazságtalanság? Miért van ennyi háború? Igen, testvéreim. És a legnehezebb ilyenkor, hogy az ember nem kap világos kérdést, világos választ gyötrő kérdéseire. Igen. De ne feledjük, Jézus hogyan kiáltott a kereszten? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És az ő kiáltásában valahogy implicite benne vannak a mi kiáltásaink is, a mi miértjeink is. Jézus nem szüntette meg a világ szenvedéseit, de jelenlétével azóta, a kereszt misztériuma óta betöltjük azt. Amikor tehát felszakadnak bennünk a kérdések, akkor gondoljunk az ő miértjeire. Harmadjára pedig Jézus megváltó kereszthalála, azt mondja a Szentatya, hogy az örömnek a forrása, egy természet feletti örömé, amit az ember csak a szenvedései közepette tapasztalhat meg. Azt írja, Krisztus nem ad elvont magyarázatot a szenvedés okáról. Mindenek előtt így szól, kövess engem. A szenvedés értelme akkor nyílik meg az ember előtt, ha felveszi keresztjét és lélekben egyesül Krisztus keresztjével. Testvéreim, a szenvedés mindig elborzasztja az ember. A szenvedéstől az ember el akar menekülni, teljesen normális, visszataszít bennünket. De ha a keresztre szögezett Jézust öleljük meg benne, akkor a szenvedés elnyeri az értelmét. A szenvedésnek természet feletti értelme van. Az Úristen megfoszthatna bennünket. De testvéreim, ha a világban nem lenne szenvedés, nem lenne fájdalom, nem jutnánk el az üdvösségre anélkül. Kell a mindennapi, hűséges keresztfordozásunk ahhoz, hogy egykor bebocsátást nyerjünk a mennyek országába. Tehát az Isten a megváltásban valami teljesen újra hív meg bennünket, arra, hogy ismerjük fel a szenvedéseinkben a jelenlévő Krisztust, és öleljük át, neki örüljünk, vagy hát amennyire tudunk, örüljünk neki. És így vele együtt, egyesülten hordozzuk minden nap, napnak után életünk keresztül. És ha felismerjük Jézust, és szeretjük őt a szenvedésben, akkor megtapasztaljuk a csodát. Egyszer csak ez a fájdalom elhalványul bennünk, és magával az élő Jézussal, a feltámadottal találkozhatunk. Valahányszor erre a keresztre vagy bármilyen feszületre tekintünk, jusson eszünkbe az a megváltó szeretet, mely lehajolt hozzánk és értelmet adott emberi életünk legsötétebb vonatkozásaira is. Amen. Halljuk meg közösen hitünket, hiszek egy Istenben, mindenen ható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
viszont testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállal, keresztbe vállal, szolgáljon mindnyájunk üdvösségére. Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától, Szentvéred által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai Szentvéred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népünk boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a szenvedők és a betegek Szent Véred erejéből vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kereszten kiontott Szent Véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, tekints családodra, amely rét a Te Szent Fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, s vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A kereszt oltárán Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt. Hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztván hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet, a bűn pályán győzte Sátán, a kereszt pályán győzze le Urunk Jézus Krisztus. A Te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek az ég erői, és a boldog szeráb kórusok újjongva együtt tisztelik, azt kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban.
Istenünk, méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltett és megszentelt minden, és népet gyűjtett magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve, kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatok, kezébe vette a kenyeret, a lábadot, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Íme hitünk szent titka. Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fel támadásra, amúgy elmész. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozatára, adományára ismertő benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Balázs püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyessen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed előtt álljunk. Jóságos atyán, vond magadhoz irgalmassan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet, testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő
ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd minden hatalma Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőn parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mindenkinek, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mivel mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodod, mindörökkön, amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűnei, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
könyörögjünk. Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a föltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön. Amen. Kedves testvéreim, polgármester úr, alpolgármester úr, kedves kutyájam, szeretném kérni az asztalos mestert, szeretném őt bemutatni, aki a keresztet készítette, hogy legyen szíves, és fejhajtással jöjjön ide, pillanatra találkozzon mindnyájunkkal, akik ezelőtt a kereszt előtt majd sokszor imádkozunk, még érte is. A Szent Mise nem a taps helye, de próbáljuk megköszönni a munkát. A vádogos mester nem lehet itt, mert munkában van. Ami még különlegesség, mindnyájunk számára nagy öröm, itt az oltárasztalon Krisztus keresztjének egy kis darabja van ebben a ereklye tartóban. A kereszt sok gyötrelmen ment át a történelem folyamán, sokszor elrabolták, vitték többféle országba, dugdosták, míg aztán, amikor megtalálták ismét a keresztet, akkor szilánkokra széttöredezték, törték, vannak nagyobb darabjai a Krisztus keresztjének, kisebbek. Úgy győződtek meg róla, hogy amikor a Golgotán három keresztet találtak, akkor a betegeket vitték oda, akik megérintették a kereszteket. Ahol a betegek meggyógyultak, így győződtek meg arról, hogy az lehet az Úr Jézus keresztje. Hogy többé a világ ne maradjon az Úr Jézus kereszt ereklye nélkül, ezért történt az, hogy kisebb, nagyobb, kis részeket szétküldtek szerte a világba, így menekítették át a Szent Kereszt darabjait, ereklyéit, hogy az egész világ, aki nem tud zarándokolni a Szentföldre, mégis csak teljes valóságában is tapasztalja meg a Szent Kereszt közelségét, és így most itt, ezen a helyen a Szent Kereszt ereklyével fogok áldást adni, illetve majd ezzel a Szent Kereszt kis darabkájával fogjuk megáldani és megszentelni az újonnan állított keresztet. Köszönet minden munkáért, segítségért, mindenféle áldozatért, sok imádságért is, amelyet azok és végeztek Isten kérve, akik talán betegágyon fekszenek, vagy koruk állapotuk miatt most sem lehetnek itt, nekik is köszönet és hála. Hirdesse ez a kereszt, amit az asztalos mester készített, nem azért, hogy Krisztus szenvedjen rajta, hanem hogy a szenvedők, akik erre eljárnak, hívő lélekkel erőt merítsenek a saját szenvedéseikhez, és lássák meg Isten mérhetetlen nagy szeretetét, amelyet Szent Fiában, Krisztusban, ami Urunkban, ami üdvözítőnkben mutatott meg az egész világnak. Az itt lakó kedves testvérek szeretettel invitálnak bennünket együtt létre, rövid időre még a Szent és áldás után, tehát kérem a kedves testvéreket, hogy ne menjenek, ne távozzanak el, akiknek anyagi ereje, állapota engedi az adomány ládában, adhat még adomány ahhoz, hogy ez a kereszt szépüljön, épüljön, illetve ha szükséges, még másikat is tudjunk felajánlani Isten dicsőségére és felújítani
az emberek örömére. Most fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Isten az irgalmasság atya, ki egyszülött fiának kínszenvedésével példát adott a szeretetre, adja meg nektek, hogy Isten és az emberek szolgálata által elnyerjétek áldásának mérhetetlen ajándékát. Amen. Adja meg nektek a boldog örök életet, miután földi halálával megmentett az örök haláltól, amint ezt hittel valljuk. Amen. Keressétek az ő alázatosságának példáját, hogy vele együtt eljuthassatok a föltámadás dicsőségére. Amen. S mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. A kivonuló ének kíséretében, ami a lapon van, átmegyünk a másik oldalra, és akkor ott megszenteljük a keresztet. Sávol oldalán, s mely szennyet véget vettelől, belőle így is élőjél. Az ősi Józsa hívedre, segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Istenünk, kérünk, áld meg ezt a keresztet, hogy az emberek üdvössége és menedéke legyen. Erősödjék általa a hit, gyarapodjanak a jó cselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek. Legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk ellenségeink gonosz támadásai közepette. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szentelje meg ezt a keresztet az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, hogy akik az Úr Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ezelőtt a kereszt előtt, testi-lelki erőt és üdvösséget nyerjenek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus keresztjének érintése tegye szentté és dicsőségessé ezt a keresztfát, hirdesse Krisztus dicsőségét, adjon nekünk remény az örök életre. Amen.
Egyesné Erzsike azt üzeni, hogy mindenkit várnak itt szeretettel. Csak kihangosítottam, jó? Jó, diszkréten.